Sziasztok! Ez a Limonádé, a Sopron TV és a Soproni Média Klub ifjúsági műsora. Végre itt a nyár! Ezúttal a tanév utolsó adásával készültünk nektek. Mai vendéglátónk a Deák téri általános iskola. Már is mutatjuk, mit láthatok a mai adásban. Gyereknap. A nyára hangolódtak a Deák téri általános iskolások. 24 órás vetélkedő, újra dobogon a soproni csapat. Kötelezők. Az utca emberét kérdezzük a kötelező olvasmányokról. Breaktánc. A kismerők soproni szereplőit is láthatjátok a mai adásban. Mazsorettesek, karatésok és tűzoltóautó is várta a Deák téri általános iskola tanulóit a suli gyereknapján. A gyereknapi programot már évek óta a szülők szervezik nekünk Deák téri általános iskolásoknak. Stábunkból nem csak Viki, hanem Dorina is a Deák téri suli tanulója. Ő számol most be nekünk a gyereknapi eseményekről. Tánc bemutatóval kezdődött a Deák téri iskolások gyereknapja. A programot évek óta a szülők szervezik nekünk, diákoknak. Ezen a programon az alsósok és a felsősök közösen vehetnek részt. Azért érzem jól magam, mert sok játék van és jók a feladatok. Idén szerencsénk volt, mert napsütés fogadta a részvevőket, akiket az udvaron bemutatók, előadások vártak. A diákok kézműveskedhettek, karate műsort láthattak és egy tűzoltóautóba is benézhettek. Az egyik legérdekesebb program a rabszállító autó érkezése volt, amelybe be is szállhattunk. A programon nem csak a diákok, hanem a szülők is jól érezték magukat. Tüskevár, kőszívű emberfiai, egri csillagok. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian hallottunk már ezekről a könyvekről. De vajon el is olvastuk őket? Ti szeretitek a kötelező olvasmányokat? Egyáltalán mi is az értelme annak, hogy kötelezően el kell olvasnunk bizonyos könyveket? Eliza és Evi erről készítettek egy összeállítást, amelyben soproni diákok támadják, illetve védik meg kötelező olvasmányaikat. Vajon mi haszna annak, hogy kötelezőket kell olvasnunk? Sokszor vitázunk ezen, főleg akkor, ha éppen egy nehezebb dolgozatra készülünk valamelyik könyvből. Egy kötelező olvasmány ugyanis lehet érdekes és hasznos, ugyanakkor nagyon unalmas is tud lenni. Szerintem csak akkor izgalmas, ha hozzánk közel álló történeteket olvasunk, mi az osztályban sokan így gondoljuk. Ezek a felvételek egy 8. osztályban készültek irodalomórán a Széchenyiben. A tanárnő azt mondja, még a magyar tanárok körében is évtizedes vita a kötelező olvasmányok témája. Én kötelező olvasmánypárti vagyok, illetve azt szoktam mondani, hogy házi olvasmány, hiszen ezeknek az olvasmányoknak olyan a terjedelmük, amelyeket otthon kell végigolvasni a diákoknak. Azt a tanárnő is elismeri, hogy vannak olyan olvasmányok, amik nekünk diákoknak kihívást jelentenek. Hogy kinek mi a kedvenc kötelezője, mi az, amit nagyon szeretett, és mi az, amit nagyon nem, erről kérdezett Evi, soproni általános és középiskolás diákokat. Én saját magam egyetlen egy olvasmányt olvastam el, az az Antigóné volt, de amúgy nekem tetszett. Mik azok a kötelező olvasmányok, amiket szeretetek? A Pál utcai fiúk és a Harry Potter. Én a VUK-ra emlékszem, hogy azt elolvastam, és azt nagyon szerettem. Az egri csillagokat elolvastam még azelőtt, hogy tudtam volna, hogy kötelező lenne, és utána kötelező volt, tehát már előnyből indultam. Szerintem a Rómeó és Júlia volt az egyik, ami leginkább megfogott. Ezen kívül idén kellett olvasnunk még a Robinsont, azt tetszett nagyon. És miért tetszett? Ezek voltak szerintem azok, amik inkább illettek a korosztályban is hozzánk, és amik jobban meg tudtak minket szólítani. Mind változtatnátok, ha tehetnétek? Esetleg tennétek be más könyveket is kötelező olvasmányoknak? Igen, valami kicsit sokkal diákbarátabb könyveket, mondjuk valami nem olyan kategóriát, hogy sok benne a tájleírás. Ne fel legyenek adva, hogy milyen kötelezőket olvassunk, hanem esetleg legyen fel adva, hogy minden évben mindenki elolvas egy könyvet, és akkor azt előadhatja, hogy mi volt benne. Könyveket ajánlanál? Hát szerintem, ami legjobb lenne kötelező olvasmánynak, például az Anne Frank naplója. Én úgy gondolom, hogy ezt minden fiatalnak el kéne olvasnia, és az tényleg egy olyan történet, ami minket szólíthat meg. A Szent Johanna gimiből mondjuk az első részt, vagy... Hát ilyen típusokat. Te is mondasz egy példát? Hát szerintem olyanokat kellene, amit a gyerekek választanak maguknak, meg kicsit több időt kellene a könyvekre. Milyen könyveket kéne kötelezőknek betenni?
Jó kérdés. Mivel nem olvasok, ezért nagyon nem tudom. Kisalföldet, azt szeretem. Június 18-án választják meg Magyarország szépét, azt a lányt, aki az országunkat képviselheti az egyik legnagyobb világversenyen. A lányok felkészítő tábora Sárváron zajlik, de hétvégén Sopronba is ellátogattak a döntősök. A forgatásokon gyakornokként stábunk néhány tagja is közreműködött. Ők számolnak be nekünk most a soproni látogatásról és a forgatás élményeiről. Sopronban jártak a hétvégén a Magyarország szépe döntősei. A 16 lány két hétig készül Sárváron, a vasárnapi döntőre, a soproni kirándulás a felkészítő táboruk része. A belvárosban a médiaklub tagja, stábunk egyik riportere, Jáger Bori mutatta meg a legismertebb nevezetességünket, a tűztornyot. Bori egy másik klubos diákkal, Bujdosó Danival a sárvári táborban is részt vehetett, gyakornokként a munkában. Sok olyan apróságra figyeltünk mi, amivel szerintem meg tudtuk könnyíteni az ottani profi stáb munkáját. Ilyen volt például, hogy én kísértem a lányokat fürdőruha próbára a Miss Bikini napon, illetve ezen a napon én álltam velük a takarásban, és én figyeltem, hogy mindenkinek a bal kezében, és ne fordítva legyen a szám, amikor kimennek. Szóval ilyen apróságokra, amire talán nem is gondolna az ember, de mi ott voltunk is, figyeltünk rá. Mindenki, mert aki lemarad, az nem marad. Bori két napot töltött a sárvári felkészítő táborban, a lányok Sopronban már ismerősként köszöntötték őt. A médiaklubos gyakornokok jól érezték magukat, és úgy érzik, hasznos munkát végeztek, és tényleg tudták segíteni a lányokat és a stábot. Nagyon élvezetes és lendületes, illetve hát persze egy egész napos forgatás volt, szóval nem... Tehát voltak kisebb olyan szünetek, amikor átállások voltak, vagy fel kellett készülni a következő jelenetek forgatására, de folyamatosan egy ilyen lendületes és felkészült munka volt. A lányoknak csak fél nap jutott a pihenésre, aztán indultak is vissza Sárvárra, hiszen sok munka vár még rájuk. A Magyarország szépe döntőt vasárnap este rendezik, akkor derül ki, ki lesz az a lány, aki országunkat képviselheti a Miss World világversenyen. Újra dobogon Sopron. Idén 5. alkalommal vett részt a soproni médiaklubosokból álló csapat, a győri 24 órás vetélkedő. A 11 csapatból végül városunk csapata a 3. helyen végzett. Így vonultak a soproni diákok Győr belvárosában az idei 24 órás vetélkedő megnyitóján. A 12. győri 24 órás vetélkedő a Városháza mellett indult az 550 résztvevő diákok felvonulásával. A vetélkedő célja, hogy 50 fős középiskolás csapatok 24 órán át folyamatosan játszanak, versenyezzenek, szórakozzanak és közben hasznos tevékenységeket végezzenek. A soproni csapat 5. éve vesz részt a játékon, egyetlen külsős vendégcsapatként. Az idei játék érdekessége, hogy a versenyzők az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kapcsán oldották meg a legtöbb feladatot. A megnyitó egyben az EJOF olimpiai lángjának indítása is volt, így soproni csapatkapitány Bujdosó Dani is azok közt volt, akik országjáró útjára indították a lángot. A vetélkedőn a soproni csapat eredményesen szerepelt, látványos táncainkkal, humoros előadásainkkal és példamutató csapatmunkánkkal végül a 11 csapat közül a 3. helyre állhattunk a dobogón. A héten mutatják be az Aida című musicalt a Fertő Rákosi Barlang Színházban. Az előadásban több soproni középiskolás diák is szerepet kapott. Őket látogatta meg Jáger Bori az egyik próbán a Liszt Központban. Néhány nap és bemutatják az Ajda című musicalt a Barlang Színházban, erre próbálnak hetek óta az előadás színészei. Köztük középiskolás diákokat is láthatunk majd a színpadon. Nagyon sok mindent csinálunk, és nagyon szeretünk ide járni, hiszen nagyon sok új emberrel ismerkedünk meg, ezáltal nagyon lendületes szokott lenni ez az egész. A diákok azt mondják, a színészek hamar befogadták őket.
Igaz, eleinte tartottak egy kicsit az elismert művészektől. Kicsit így féltem tőlük, hogy így ők most így ilyen kis soproni színészek, és akkor én ide jöttem kis színi tanodásként, de iszonyatosan befogadtak, tehát hogy egyáltalán nincs ez meg, hogy ő most kis színi tanodás, vagy ő kis 16 éves, vagy nem, tényleg teljesen jól kezelnek minket. A diákoknak hamar fel kellett venni a tempót, hiszen a próba folyamat feszített menetrendben zajlik már hetek óta. Az előadás rendezője azonban elégedett a diákok munkájával. Pont lelkesek, egyrészt vannak táncos feladatok, vannak énekes kórus feladatok is, tehát azt hiszem, hogy ők be vannak dobva a mély vízbe. És hogy teljesítenek eddig? Hát eddig elégedettek lehetünk, azt hiszem, hogy ezt, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy a későbbiek során sem kell revideálni a mostani kijelentést. A darabban szereplő diákok elmondták, hálásak azért, hogy ott lehetnek a szereplők közt. Ebben szerencsére szüleik és az iskolájuk is támogatja őket. Hogyha a szüleim nem támogatnának, úristen, nem tudom, hogy lennék itt, hiszen van úgy, hogy reggel 10-től 14-ig, és utána 6-tól 10-ig van próbánk. Ezáltal nagyon nehéz bejönni ide, sulit összeegyeztetni, nagyon sok mindent kell pótolni, de úgy gondolom, hogy megéri. Lesz majd segítség az éppen, lesz majd itt a földön is. A szereplők ezen a héten már az előadás helyszínén próbálnak. A bemutató június 15-én este lesz a Barlang Színházban, majd utána még 5 alkalommal láthatja az Ajdát a közönség Fertő Rákoson. Végre itt a nyár, nem sokára évzárók, és utána nyári szünet. Arra gondoltunk, érdemes összefoglalni, mi minden történt ebben a tanévben. Polán Ancsa készített egy összeállítást azokról a diák eseményekről, amelyeken mi is ott voltunk. Mozgalmas tanévet zárunk a héten, nem csak az iskolákban, hanem a Limonádé szerkesztőségében is. A tanév elején a középiskolákban az első nagyobb rendezvény, a 9-esek köszöntése volt. Mi a Vasvilla gólyavatásán jártunk vendégségben. A tanév első felében láthattuk újra Sopronban a Deszka Társulat Made in Hungária című előadását. A társulat tagjaival is forgattunk, akik megígérték, az ősszel új darabot láthatunk tőlük. Ahogy beköszöntött a tél, vele együtt elérkezett a koszorúcska szezon. A 10-esek tánciskolai bemutatói közül mi a berzsenyisek előadását néztük meg. Nem csak decemberben bulisztunk, hiszen a január a hagyományos iskolai bálokkal kezdődött. Idén is, már hagyományosan a fáisok nyitották a báli szezont. Az első fél év végén a diáknapokra készültünk lelkesen. A Széchenyisek például idén is remek darabokat mutattak be a Gyík rendezvényházban. Nem csak középiskolásokkal foglalkozunk, február végén például a fenyősök hívták meg stábunkat. Ők akkor ünnepelték a farsangot, a fenyőben ugyanis a felsősök számára is rendeznek farsangi bulit. Sopron igazán sportos város. Már a mi korosztályunknak is számos ilyen rendezvénye van amatőr szinten is. Áprilisban az orsolyások által szervezett középiskolák közti kosártornáról is láthattatok tudósítást. Májusban a számunkra a legizgalmasabb program a győri 24 órás vetélkedő volt, ahol Sopron újra dobogón végzett. Bízunk abban, jövőre is legalább ilyen mozgalmas évünk lesz, és persze várjuk a meghívásaitokat, szívesen forgatunk bármilyen izgalmas diákrendezvényen a következő tanévben is.
Az idei tanévben számos soproni tehetséget mutattunk be nektek. Még az ősszel forgattunk egy Széchenyi 8-as diáklánnyal, Cupi Enikővel, aki az íjászatban ért el komoly eredményeket. Enikővel akkor Jáger Bori forgatott, és nem csak kérdezett, hanem saját maga is kipróbálta a fegyvert, meglepően jó eredménnyel. Gondolom ebből a céltáblából már kitaláltátok, hogy egy íjászegyzésen vagyunk. Ebben a sportban érte el ugyanis Enikő ezeket az eredményeket. Most őt mutatjuk be nektek. 1, 2, 3. Úgy céloz, mint Robin Hood vagy a zöld íjász. Ez járt a fejemben, amikor először láttam őt lőni. Enikő 14 éves, a Széchenyiben most 8-as, az íjászattal pedig 2 éve foglalkozik. Amikor kicsi voltam, mindig láttam ilyen filmekben, hogy legtöbbször férfi sportnak gondolják, ami szerintem nem igaz, mert most miért ne csinálhatnánk, mi is ugyanolyan erősek vagyunk szerintem. Sőt, tudnék olyanokat mondani, akik 100-szor gyengébbek nálam. 2 év alatt 23 versenyen járt. 19 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szerzett eddig összesen. A legfontosabb az, hogy talán kell állni, tehát nyilván valami lapotnak talán kell lenni, nem lehet magas sarkúba lőni. És nyilván megfelelő felszerelés is kell hozzá, tehát az hínak nem szabad, hogy bármi baja legyen, veszélynek is, nem szabad, hogy sérült legyen. Mennyi idő megtanulni pontosan lőni? Ez teljesen emberkívül, én úgy gondolom, hogy én egész hamar rájöttem, de gyere, próbáltuk. Rendben, lássuk, nézzük meg. Enikő előkészített nekem egy íjat. Tényleg nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnhet. Hogyan is? A bal tenyeredbe támasztod bele, hőve egy ujjad és a mutató ujjad közé. Jó, szóval így, ugye? Igen. Oké. Okay. Utána párhuzamos stabilekkel állsz. Igen. Igen, hogy stabil legyen a ujjad. A jobb kezedet pedig majd, hogyha beleszem, élvesz az úgy helyezed el, hogy a göbön felül lesz egy ujjad, és alatta lesz 2. Kettő. De ez az alsó, ez nagyon kicsit húz. Jó, oké. Okay. Igen. Egészen addig ki kell húzni? Igen. Húha. Annál kicsit hátrébb. Még vagy hátrébb? Előrébb. Előrébb? Az igen. Hál' Isten. Kicsit igen. Lejjebb tartsd az íjat. Kicsit. Igen. Úgy. És most oldja. Úristen, az a baj, ezt senki nem fogja elhinni szerintem, hogy életemben először lőttem. Nem baj azért, még gyakoroljuk egy kicsit. Igen, ez szerintem a kezdők szerencséje volt. Lehetséges. Viszont egészen más téma jön, a szó Julcsié. Már Vida Biancát is láthattátok, akivel még a télen forgattam egyik edzésén. Bianca azóta egyesületet váltott, és most már elsősorban ritmikus gimnasztikával foglalkozik. De ugyanolyan lelkesen sportol, és vesz részt más tevékenységekben is, például a médiaklub foglalkozásain. Ugrások, emelések. Elsőre veszélyesnek tűnnek, de a Soproni Tornaklub versenyzője Vida Bianca szerint simán megtanulható minden elem, csak oda kell figyelni. Bianca 12 éves, a Berzsenyi 7. osztályos tanulója. Őt látogattuk meg egyik edzésén. Nagyon szeretem ezt a sportot. Igazából 5 éve kezdtem, és sokat fejlődtem, én úgy érzem, és a versenyeken is jól szoktam szerepelni. Mik ennek a sportnak az előnyei, és szerinted mik a hátrányai? Hát az előnyei például, hogyha versenyzel, akkor hogy sikeres sportoló leszel. Hátrányai például, hogyha nagyobb sérülésed van, akkor lehet, hogy abba is kell hagynod, és valami testi károsodásod is lehet belőle. Természetesen nem szeretnénk senkit ijesztegetni. A sportolók a lehető legnagyobb biztonság mellett edzenek, ezt Bianca is megerősítette nekünk. Meg szoktunk tanulni esni, hogy hogyan kell jól esni, hogyha nagyon rosszul leesel. Igazából 2 láb közé is szoktuk venni néha a gerendát, azaz, hogyha a 2 lábad így a gerenda szélén van, és akkor így, hogy itt középen van a gerenda. Miért kezdted el csinálni ezt? Óvodáskoromban az egyik óvodástársam
tornászat, és elkezdett ilyen tornászmutatványokat csinálni, és én is elkezdtem azokat megtanulni, és nagyon tetszett. Utána pedig elmentem teniszezni, mert előtte táncoltam, azt abba hagytam, aztán elmentem teniszezni, és ott is minden edzésen tornáztam. Bianca mellett számtalan tehetséges sportoló jár az edzésekre. Vivi és Regi már 3 éves kora óta edz a Soproni Torna Klubban. De ebben a tornával az a baj, hogyha valahogy lesérülsz, akkor lehet, hogy be kell fejezni, de nem biztos. De tök jó. Igen, és mi történik akkor, ha például elestek, akkor hogy keltek újra fel, vagy mit csináltok ilyenkor? Hát megpróbálok mindent, hogy föl tudjak állni, és próbálom tovább csinálni. Hát én is kb. Ugyanez, és az edzők meg segítenek, hogy erősebbek legyünk. Az edzés végén Regi, Vivi és Bianca megnyugtattak, ha odafigyelek, akkor biztonságban vagyok torna közben. Nekem ennyit sikerült végül megtanulnom a lányok edzésén. Ennyi volt már a műsorunk, ez volt a tanév utolsó adása. Mi azonban nyáron se pihenünk, júliusban is várunk titeket vissza itt, a Sopron TV képernyőjén. Mai adásunkat is egy produkcióval zárjuk. A Deák téri általános iskola 2 tanulója táncol nektek. Karvaj Mira és Karvaj Dominik testvérek tavaly a kismenők adásába egy csapat részeként a legjobbak közébe jutottak. Velük búcsúzunk most tőletek, kívánunk nektek szuper nyarat! Sziasztok! What we're gonna do right here is go back, way back, back into the future.